Vendégünk volt. Rádió Gaga interjú. Nagyon fontos az egészségünkkel időnként foglalkozni, és még fontosabb időnként szakemberrel is szóba állni, ezt tesszük, mint a Rádió Gaganál időnként. Vendégem dr. György Bíró László, a dr. Fogján Kristóf, megyei sürgősségi kórház érsebész, szakorvos, a főorvosa. Isten hozott, doktor úr, mi hozzánk a stúdióba. Köszönöm szépen, szép napot kívánok. Hogyha érrendszeri betegségekről beszélünk, még nem menjünk el a beavatkozásokig. Nézzük meg, hogy mi a leggyakoribb patológiai eset, melyek azok az érrendszeri esetek, amelyek nálatok előfordulnak, melyeket tudnánk elővenni első kézből. Az érrendszeri patológiában két patológiát különböztetünk meg, a vénás keringésnek a patológiát, illetve az artériás ütői rendszer patológiáját. A vénás patológiában említeném a viszérbetegséget, amelyik gyakoribb, az ütőér patológiában pedig az érszűkületes patológiát. Vannak értágulatok, amelyeknek tudományosan aneurizmáknak hívjuk, de ezek sokkal ritkábbak, mint például az ütőér szükületek. Ez a két csoportot különböztetjük meg, válasszuk el az érsebészetben. Hogyha megnézzük, hogy melyek azok, amelyek esetleg életveszéllyel is járhatnak, vagy melyek azok, különböző veszélyességi fokozatot fel lehet állítani ezeknek esetében, hogyha ilyen tekintetből egy laikus ember hallgatja a beszélgetésünket, akkor ezeket lehetne így listázni. Tehát az ütőér patológia természetesen veszélyesebb, és életveszélyes is lehet, hogyha elhanyagolódik, nem időbe kezelődik, nem időbe próbálják meg javítani a betegnek azt ezt a patológiát, az állapotát, az életveszélyes is lehet. A viszér patológiában az egyedüli veszély az a fekélyesedés, ami természetesen egy kínzó, csúnya betegség, de viszont nem jelent életveszélyt. Hogyha a diagnosztikai folyamatot nézzük meg igazából, amikor ugye az első lépéseket nézzük, és talán a konkrét diagnózist, itt milyen folyamat zajlik le, amíg ténylegesen az világossá válik orvos, személyzet és ugye persze beteg számára is, hogy milyen érrendszeri problémával küzdünk, mivel állunk szembe. Ez diagnosztika szempontjából milyen folyamatot feltételez? Természetesen először a beteg meg kell jelenjen egy szakrendelőbe. Akkor megtörténik a betegnek a kivizsgálása, anamnézis, klinikai vizsgálat és egy diagnózis tevés. Az első lépés természetesen mindig az, hogy megpróbáljuk gyógyszeresen, hogyha a betegségnek a fokától, illetve az előre haladott állapotának függvényében megpróbáljuk először gyógyszeresen kezelni, utólag kerül szóba a sebészeti kezelés. Mindig is a sebészeti kezelésnek a célja, ahol lehetséges, de az a fő célunk, hogy megmentsük azt a végtagot, nem pedig, hogy a beteg elveszítse azt ott. Drasztikusan hangzik, hogyha valaki elveszt egy végtagot, tény és való, de viszont ezek életmentő műtétek. Itt említette, doktor úr, a gyógyszeres kezelést. Itt most gyorsan egy rövid zárójelben, van-e esetleg fejlődés gyógyszeres kezelésben? Vannak-e már hatékonyabb gyógyszereink, illetve hogyha nagyon rövid múltat nézzük, ilyen szempontból történt-e erről a lépés? Igen, az utóbbi időben történt, utóbbi időben medicinában számítva az rövid időnek számít mondjuk 10-15 év. Uh-huh. Megjelent egy új gyógyszer a világon, a japán fejlesztés volt. 2007-2008-ban jelent meg Japánba, utána terjedt el az Egyesült Államokba, majd jött Európába, Romániába, 8 éve érhető el, amire azt mondom én, hogy hatékony. Tehát a betegeknek, az érszükületes betegeknek, akik jelentkeznek kivizsgálásra, illetve kezelésre, körülbelül egy olyan 70-80%-ánál javulás érhető el gyógyszeres kezelése. Ez nagyon fontos fejlemény egyébként, mert gondolom ez valamilyen szinten leveszi a terhet a műtőről is, hogyha teljességében nézzük a képet. Így van. Természetesen leveszi a terhet a sebészről is a műtőt, és a betegnek is pedig egy jobb opció, egy könnyebb opciót, amit könnyebben fel tud dolgozni, és ha betartja azt a kezelési sémát, amelyet elérünk, akkor és pozitívan válaszol a kezelésre, akkor nagy valószínűleg, hogy a sebészel csak egy-két percet találkozik, hogy annyit mondjuk, hogy jó napot kívánok, jól vagyok. Ami a diagnózist illeti, hogy hol mennyire súlyos a történet, és hol, mikor már nem is kérdés a műtő igazából. Van egy olyan pont, ahol ezt nem illik ide mondani, ahol ezt el kell nyiszenteni, ezt a kérdést, bár ezt a kifejezést használom. Van-e tényleg egy olyan pont, amikor nincs már visszaút a műtőajtóból? Igen, van, létezik, mint a medicinában, minden szakmában, vagy bárhol szakmákban létezik egy adott pont. Itt az érsebészetben megvannak az érszükületeknek, hogy milyen fokú. Itt 4 fokozatot különböztettünk meg. 1-es, 2A, 2B, 3-as, 4-es. Az 1-es az, amikor akcidentálisan fedezzük fel, hogy van érszükület, de teljesen tünetmentes, a beteg nem tud róla.
A kettes fokozatnál megkülönböztetjük A, illetve a B, az A, mikor 200 méter fölött gyalogol a beteg, a B, mikor 200 méter alatt. Na, a 2B-től lefele operálunk. 3-as nyugalmi fájdalmakkal járó tünettana van, 4-esben, mikor már a nekrózisok, az elhalás, szövet elhalás jelenkezik. 2B-től lefele ott már a sebészet. Sebészeti beavatkozás indokolt lehet, de még lehet, hogy a beteg pozitívan tud válaszolni egy gyógyszeres kezelésre. 3-as fokozatnál az esélye, hogy pozitívan válaszoljon egy gyógyszeres kezelésre kisebb, egyértelmű. Kicsit előre szaladok a gondolatainkkal, mert azt beszéltük, prevencióról is szó lesz majd, de lám-lám, az, hogy a beteg, a páciens milyen időben veszi észre és veszi komolyan a fájdalmait, itt azért szerintem nagyon-nagyon lényegbe vágó lehet. Így van. Tehát, hogyha a beteg időben jelenkezik, tünettan. Sétál a jelenkező lábfájdalom. Egyértelmű a fájdalom, ma jelzi a szervezet, hogy baj van. Az egy általános inger, hogy valamire oda kell figyelni, mert baj van. Sétál a görcs jellegű fájdalom a lábakba, alsó végtag érszükletről beszélünk mostan per pillanat, akkor érdemes, hogy felkeresni egy szakembert, hogy kicsit nézzen rá, hogy van-e probléma, milyen probléma van, és hogyan lehet ezen segíteni. Itt még visszatérünk ezekre a megelőzés és időben való észrevételezés kérdéseire is. Azért menjünk el a műtőbe most már, mégis sebészorvosként ülsz itt a stúdióban. A említetted különböző fajta érrendszeri megbetegedések, patológiai esetek vannak. Ezek közül mindenik eljuthat a műtőig igazából? Tehát különböző érrendszeri ágazatban, különböző gondokkal, bajokkal lehet műtőbe kerülni? Így van. Nagyjából az esetek többsége, aki eljut erre a szintre, tehát ahol már műtét indikáció tevődik fel, eljut a műtőbe, így van. Hogy most milyen műtéti típust alkalmazunk, az attól függ természetesen a beteg általános állapota, mit bír meg. Ez nagyon fontos tényező. A másik az, hogy az imagisztika kivizsgálás, mert előtte történik egy kivizsgálás, egy érfestés tulajdonképpen, amivel egy mapping, most angol kifejezést használok, feltérképezzük az érpajt, hol van a szükület, mint van a szükület, feljebb van-e, hol helyezkedik el, milyen beavatkozást tudunk végrehajtani, mármint vért juttatni valahonnan, valahova. Lent a perifériára gondolva, nagyon fontos tényező, hogy van-e perifériája betegnek, mert hogyha nincs perifériája, akkor az érsebészeti beavatkozás nagy valószínűséggel egy revaszkularizációs beavatkozás, csőd, nem járunk sikerre. Ez nagyon azért fontos így felmérni a betegnek az érpályáját. Tehát igazából már a nagyon fontos döntések a beavatkozás előtt megtörténnek, így hogy van. Ilyen így szempontból van. A beteg biztonsága érdekében. Technológia szempontjából, ugye rákérdeztem a gyógyszeres kezelésnél is, doktor uram, technológia szempontjából is fejlődtünk. A kérdés az, hogy a székelyföldi kórházak, a hazai kórházak a modern technológiával mennyire tartanak lépést érsebészet szintjén? Lépést tartunk. Tehát folyamatosan lépést tartunk, az újabb beavatkozások, amelyek a teret kezdtek nyerni világviszonylatban, Romániában még kevésbé, azok az intervencionális beavatkozások, amelyeknek bizonyos helyzetben nagyon jó eredményeik vannak, de bizonyos szegmensekben sajnos nincsenek eredményeik. Ami az új tendencia az érsebészetben, azok a hibrid beavatkozások, amelyek azt jelenti, hogy klasszikus, illetve az intervencionális technológiákat kombinálja. Őszintén mondom, nagyon remélem, hogy pár éven belül Szent Györgyön is el tudjuk ezt indítani. Azt mondtam, a műtőből kijövünk, és egy kicsit úgy beszélünk, mintha ott se jártunk volna. Igazából nézzük meg, hogyan tudjuk ezt elkerülni igazából, hogy ilyen beavatkozásra kerüljön sor. Életvitel szempontjából, ha azt nézzük meg, hogy maga az egyszerű laikus ember, az egyszerű mezei állampolgár mit tud a magával kapcsolatban szabályként lefektetni, hogy soha ne legyen, vagy minél odébb legyen érrendszeri gondja, mit lehetne alapszabályonként itt lefektetni, doktor úr? Mielőtt még ezért bele másznánk ebben a témába, fogalmazzak így egyszerűen, csúfosan mondjuk így. Az első az a genetikai állomány, amit hozunk. Tehát van olyan beteg, aki végig dohányozott, például az egyik rizikófaktor, élt, evett, ahogy óhajtott, és tünetmentes érszükülete van, vagy épp nincs is. Van olyan, aki nem dohányozott, odafigyelt, hogy mit evett, odafigyelt a stresszes állapotokra, elkerülte, és mégis az lesz. És nem cukorbeteg.
Igen. És mégis észre. Tehát nagyon fontos a genetikai, amit hozunk magunk. Azért nem tudunk változtatni. Ez van, ebből gazdálkodunk. Tehát a rizikófaktor az nem egy exakt tudomány, nem kötelező pálya. Nem kötelező viszont pálya. Viszont jó szem előtt tartani. Tehát rizikófaktorok, ez egy érdekes a medicinában. Tehát rizikófaktorokról beszélünk, de mi is az a rizikófaktor? Tehát megfigyeltük statisztikailag, hogy például aki dohányzik, annak a valószínűsége, hogy észszükületes lesz, sokkal nagyobb, mint a nem dohányosoknak. De pontosan milyen folyamat zajlik le a dohányzás hatására, még mindig a mai napig nem tisztázott. Tehát a láncok nem teljesek, egy-két szem hiányzik, ezért rizikófaktor. És akkor itt össze is köthetjük igazából azt, hogyha valaki tudja, hogy genetikailag rizikófaktor már játszik, akkor igen, viszont ezzel a megfontolással más megfontolások is érkeznek. Így van. Tehát akkor már oda kéne figyelni az étkezésünkre megint, hogy mit, mennyit, hogyan. Ne hízzunk el, mozgás, az életvitelünk. Bevigyük a mozgást, ismétlem magam, a stressz helyzeteket kerüljük el. Ezek mind nagyon fontos tényezők. Érdekes tényező férfi-nők közti arány. 60 év alatt a férfiak gyakoribb az érszükület, 60 év felett ez kiegyenlítődik, ez a két arány. Feltevődött a kérdés, hogy ez mi történik. A nőknél, amíg megvan a menszesz, a ciklus, védve vannak érdekes módon, de viszont a menopauza váltával 5-6 év alatt ezt a lemaradásukat a férfiakhoz képest behozzák. Igen, és ha ehhez még más faktorok is hozzájönnek, pont ja, abban a periódusban, akkor már így halmozódnak van a rizikófaktorok. Így van, így van, így van. Azon kívül ne feledkezzünk meg arról, hogy az átlag életkor nőtt. Szépen lassan emelkedik. És ezzel egyértelműen, hogy a betegségeknek is a gyakorisága és a, ma nevezem, sokszínűsége is gyakoribb lesz. Igen, és ez a kor előre menetelével több mindenre is kell odafigyelni, több mindenre kell vigyázni. Azt is meg kell kérdeznem, bár szűk az időnk, hogyha valakinek már voltak érrendszeri problémái, akár beavatkozáson is átesett, így gondolom már nem is kérdés, hogy néhány szabályt azért be kell tartani. Így van. Tehát az elsősorban az, amikor kezelőorvosa kiengedi a beteget, akkor kap a beteg egy kiutaló papírt. Abban pedig le van írva a javallatok. Na, azokat a javallatokat tartani kell. Abban benne van a gyógyszerezés, az életvitel, hogy mire figyeljen, hogy zsírban szegényebben étkezzen, cukorral is szegényebben étkezzen, a sótartalom, vagy esetleg fel van írva egy diéta is a betegnek. Azon kívül pedig a kontrollok. Tehát azok átlagban egy fél évent a betegeket szeretjük látni, hogy mi történik, hogy evolúcióban van. Tehát az érszükület az egy általános evolutív betegség. Általános, mert nem csak az alsó végtagban van, jelenkezhet ugyanúgy párhuzamosan felső végtag, viszcerális erek, belső szervek erei, az agy keringésébe is lett, szívkosszúrér megbetegedés, ez mind oda tartozik. Ezért általános evolutív, azért, mert ő halad előre, lassan vagy megáll, de halad. Tehát ez evolutív. Éppen ezért azt kell mondani erre, hogy folyamatos odafigyelésre van szükség, folyamatos visszaigazolásra vagy visszajelzésre van szükség orvosi szakember részéről is. Dr. Györbíró László, köszönöm, hogy a vendégünkkel voltál itt a Rádió Gaga stúdiójában. Azt mondom, hogy időben jelentkező és türelmes szófogadó betegeket tudunk kívánni, sok-sok gyógyuló beteget nektek. Köszönöm szépen, kellemes ünnepeket. Rádió Gaga interjú.